vízen, csend szorul a kőben, csendül, ül a csend, elül a csend, felül a csend, csendül a csend, körül a csend, örül a csend, belül a csend, elül a csend. Is van velünk Molnár Emese, a Dzsemese énekesnője. Szia! Sziasztok! Hello, szia! Hát gyönyörű lett ez a klip, még látni fog belőle részleteket. Mi a központi témája a dalnak, illetve a klipnek? Ennek a szövegét nem én írtam, mert a magán a lemezen van olyan, vagy hát sok számnak én írtam a szövegét, de ezt nem, ezt Laci Jánossal. Azért mondom, hogy közösen, mert magában a dalszövegírásban nem voltam benne, de hogy egy térben voltunk, mikor ő ezt írta. Komolyan? Igen. És igen. Akkor mondtad neki, hogy miről szeretném, persze, hogy szóljon? Igen, hát ez így született, és ez azért is ilyen nagyon jó érzés ezt énekelni, mert hogy tényleg olyan, mintha a sajátom lenne, mert hogy annyira ráérzett arra, amit én ezzel ki akartam fejezni. Na de mit? Mit kértél tőle pontosan? Igen, mi volt az instrukció? A kérdés. Igazából nekem nagyon fontos az, hogy ezt ki tudjam fejezni, hogy szerintem mi az, ami mondjuk engem feltölt, és ami úgy érzem, hogy néha hallgatókat is, akik eljönnek egy koncertre. Szóval, hogy az, ami, és mindannyiunkat, tehát szerintem mindannyiunkban benne van az, ami a klipben is, hogy ha kimész egy természeti helyre, ez igazából lehet a Margit-sziget is, vagy tényleg ez lehet egy panel közepén egy nagyon szép játszótér, tehát teljesen lényegtelen, hogy hol, de hogy az, hogy te ránézel fákra, növényekre, virágokra, az egy ilyen visszatölt dolog, és úgy szerintem ez egy ilyen szimbiózis, és az ember lelke az egy ilyen csöndes, természeti csöndben, ami ugye madarakat, fákat, nem tudom mit jelent, de abba tud feltöltődni, és én igazából ez ebben benne van minden, a refrénben mindenhol ott van. Hogyha egyszerűen kéne megfogalmaznod, akkor szerinted miért jó az, hogyha költővel dolgozik az ember, hogyha dalszövegre van szükség? Hát azért, mert a költők azok a szavak mesterei, úgyhogy ezzel most végül is nem árultam el újat, tehát Laci János ebben nagyon tenge, hogy abszolút. Így mondjam. Szóval ő így tényleg volt olyan, amikor így már volt egy sor, ami nekem így nagyon tetszett, és akkor mondta, hogy ez nem jó ez a szó, mondom, de nagyon jó ez a szó, nehogy kivegyük. És mondta, hogy de, és berakott egy másikot, és így helyére kattant, pedig én azt hittem már, hogy tökéletes. Szóval ebbe nagyon jók. De ti akkor végig tulajdonképpen egy térben voltatok, amíg írta a szöveget? Ez úgy történt, hogy megvolt a dallam, a verze refrén, bocsánat, a verze bridge-nek a dallama, és akkor ez már nagyon régóta menetelt bennem ez a dallam, és én mondtam, mikor ezt fölmerült, hogy csináljunk egy ilyen alkotós délutánt, akkor én mondtam, hogy ezt hoztam, és akkor ez van, ami most nagyon foglalkoztat, meg így, hogy láttatni azt, ahonnan én jöttem, ugye én egy hódmezővásárhelyi lány vagyok, és végül is nekünk volt kertünk, meg őszi barackos, szóval én sokat voltam így fák között, és hogy ezt így meg akartam valahogy jeleníteni. Ha már fák között, akkor engedd meg azt a kérdést, hogy hol vettétek föl a klippet? Igen, ez egy nagyon jó kérdés, mert hogy egy gyönyörű helyen forgattunk, a Teleki Tiszta Kastélyban, Nagykovácsiban, az elejét, ami most lett felújítva, tehát vadonatúj és gyönyörű parkja van, és gyönyörű a kastély, és a legvégét szintén Nagykovácsiban, egy ilyen, hát ezt a stáb találta, és valami szikla, de nem emlékszem, de egy gyönyörű hely, és gyönyörű. És a muflonitatónál kell bemenni, ennyit tudok. Egyébként egy énekesnőnek ez egy ilyen óriási vágya lehet, hogy készüljön egy olyan klipje, amikor így rohan a természetben. Ugye itt a dalnak a kétharmadánál derül ki, igen, hogy igazából a szoba az nem is egy zárt szoba. Igen, igen. Az hogy pont akkor?
Ez a csavar, ugye? Igen, mert van egy rész, ahol úgymond kitartom, hogy bennem a világ, és ez sokáig tart, és ez adta magát, hogy onnantól még dinamikusabb lesz az egész zenei kíséret, meg ugye ott már a fiúk nagyon pakolják alá az éneknek a zenét, és kellett valami, és igazából ez volt a klipnek az alapötlet, hogy legyen egy épített szoba a természetben. Te egyébként milyen növény lennél szívesen? Ez egy jó kérdés. Szerintem egy ilyen nagy fa, ami így tényleg így valami gyümölcsöt ad. Tehát gyümölcsfa akkor. Mondjuk egy mamutfenyő? De az nem a gyümölcs. Szóval a gyümölcsfa, én azt gondolom, hogy a gyümölcsfa az mindig így minden családban ilyen nagyon fontos. Tehát, hogy megkérdeze valakit, hogy mi az emléke a nagymamájáról, vagy van-e valami ilyen, igen, akkor valami gyümölcsfa benne van. Tehát, hogy vagy cseresznyét szedtek, vagy almát, vagy őszi barackfa. De te őszi barackfa lennél, akkor egyértelműen. Nem biztos, de hogy igen. Holnap lesz egy koncerted, azaz igen. Vasárnap. Igen. Hol? A Kubuciba játszunk, a Váci Eszter Kvartettel közös esténk lesz, tehát egymás után lépünk föl, és hát nagyon várjuk, mert egyrészt megtisztelő, hogy ő előttük énekeltünk, másrészt meg a Kubuci az a városnak a nyári zöld kertje, és hogy nagyon jó ott egy nyári estét tölteni. És abszolút, nem lesz meccs. Úgyhogy szuper este. Úgyhogy jó is az időzítés. Hát akkor jó koncertezést nagyon kívánunk, köszönjük. És nagyon köszönjük, hogy elhoztad a klippedet.